Nevezik bábikónak vagy rekenyének, és az is világos, hogy miért nem hívják édeskének. Az viszont már nem, hogy miért nem savanyúka, mármint a sóska, amiből szinte mindenki csak egyféle ételt készít, sóska főzeléket. Sőt, még a Klubrádió piacjáró háziasszonyai sem tartják túl sokra. Körülbelül 20 éve használtam utoljára. Nem szerettem meg, mert nekem nagyon savanyú. Tényleg, most, hogy így végig gondolom, talán ez az egyetlen olyan, amiből semmi más nem ismerek, csak ezt a főzeléket. Pedig ha szeretnénk, akár cserében is termeszthetnénk otthon a balkonon. Megyeri Szabolcs kertészmérnök szerint nincs túl sok gond vele. Csak arra kell odafigyelni, hogyha már virágzik a sóska, akkor nem olyan finom. A sóska az egy nagyon intenzíven, gyorsan növő és gyorsan terjedő növény, ami problémát okozhat, hiszen előbb-utóbb az egész kertünkben sóska lesz. De ez egy jó probléma, mindig azt szoktam mondani, hiszen hát hány olyan növény van, aminél könyörgünk, hogy nőjön, és még akkor sem nő. Gyakorlatilag a sóska az kiváló növény arra, hogy akár balkonon, teraszon termesszük, tehát egy konterve, hiszen ugye onnan nem tud kitörni. Arra azonban figyelni kell, hogy 2-3 év után virágzik és terméstérlel, már nem olyan finom a sóska, tehát ilyenkor érdemes cserélni, és egy újabb egyeddel próbálkozni.